A Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium intézménye duális képzés keretében elméleti és gyakorlati tudást nyújt a tanulóknak, akik érettségit és szakmát is szerezhetnek a tanulmányaik alatt. Itt a beiskolázás időszakában szeretnénk kedvet csinálni a pályaválasztó tanulóknak, hogy iskolánkat válasszák. Miből választhatnak a tanulók? Három ágazatban kínálunk képzéseket. Az első a mezőgazdaság, ez a húzó ágazatunk. A rendészet és közszolgálat, valamint az élelmiszeripar ágazatban várjuk a tanulókat. Tolna vármegye legnagyobb agrárszakképző iskolája. Iskolánk technikumi és szakképző iskolai képzéseket is kínál. A technikumi képzések 5 évesek, a szakképző iskolai képzések pedig 3 évesek. Mezőgazdaság ágazatban a mezőgazdasági technikust tudjuk kínálni, és ide várjuk azokat a tanulókat, akik szeretik a természetet, szeretnek állatokkal, növényekkel foglalkozni, de a technikumi képzésből, mivel felsőoktatásba is mehetnek a tanulók, előny az is, hogyha azért van szervezőképességük, van némi vezetői ambíciójuk, ugyanis az itt nálunk végzett tanulókat felsőfokú végzettséggel szeretik a cégek alkalmazni közép, illetve felső vezetőként. A technikum, a mezőgazdasági technikus képzés átöleli a növénytermesztést, az állattenyésztést, és némi kertészet is van az 5 év folyamán. Fennállásának 90 éve alatt a magyar mezőgazdaság méltán híres szakembereinek sokaságát bocsátotta ki. A mezőgazdasági képzésben a mezőgazdasági technikusnak a kis testvére a gazda. Itt a tanulók nem kapnak érettségét, hanem a 3 év zárásaként szakmai vizsgát tesznek, és gazda végzettséget szereznek. A családi gazdaságok, illetve a nagyobb cégek várják azokat a tanulókat, akik nálunk végeznek. Ők T-kategóriás jogosítvánnyal traktort is vezethetnek, úgyhogy ezt is ajánljuk azoknak, akik nem annyira szorgalmasak, de szeretik a természetet, szeretnének kint dolgozni. Az élelmiszeripari képzésben a pékcukrász és a hentes és húskészítményi készítő szakmákra várjuk a tanulókat. Ez mind a 3 szakma, 3 éves szakképző iskolai képzésünk. A jó hír az, hogy ha ezt választják, a tanulók 10. évfolyam után munkaszerződéssel, duális partnernél vannak gyakorlaton, ami munkabért jelent, és az ezzel járó minden előnyt élvezheti a tanuló. A mindegyik képzésünkhöz, ahogy említettem, duális partnernél folyik a gyakorlat, ezt fontos kiemelnünk. A mezőgazdasági vonal mellett nagy múltra tekint vissza a rendészeti képzés, melynek színvonalát számos rangos versenyen elért eredmény mutatja. A rendészet és közszolgálat ágazatban pedig a közszolgálati technikus szakmát kínáljuk. A közszolgálati technikus képzésnél fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a szakmai tantárgyakat szakmai tanárok tartják, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság dolgozói oktatnak, ami nagyon magasan, tehát ami megemeli az oktatás színvonalát. Saját sportcsarnokunk van, saját lőterünk van. A technikumban 5 éves a képzés időtartama. Ebből az első 2 év az ágazati alapoktatás, amelyet a technikumban is alapvizsga zár. A hozzánk járó tanulóknak biztosítjuk a gyakorlati helyet, illetve színvonalas képzésben vehetnek részt. Kollégiumunk is van, a kollégiumban minden tanulónak tudunk férőhelyet biztosítani, a délutánokat értelmesen tudják eltölteni, hiszen a kollégáink nagyon jó programokat szerveznek a délután eltöltésére, és menzára is van lehetőség. A középiskola októberben nyílt napra invitálja a jelenlegi 8-osokat és a szüleiket.